A piaci nyüzsgésben, a piaci forgatagban már is itt áll mellettem a következő dalkérő. És meg kell valljam őszintén, amiért egy picit változtattam az étrendemen, sokkal több zöldséget fogyasztok, nem mint eddig keveset ettem volna, és sokan nem tudják talán, hogy a cékla mennyire egészséges, akár párolva is, de ezt ne én mondjam el, szép jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt kívánok! Igen, a cékla szerintem az egyik legegészségesebbek közé tartozik, mivel a színanyaga elég erős, piros, nagyon sokféle felhasználásra lehetséges, tehát a krémlevestől kezdve a nyersfogyasztásig, bármilyen gyümölcsel reszelve, hűtőbe rakva, lehűtve, isteni kellemes íze van, sütve például, krumplival összerakva, bármi. Lehet párosítani, aki eddig csak savanyúság formájában fogyasztotta, javasoljuk neki, hogy próbálja ki. Pontosan. Például az én kislányom meselevesnek hívja a krémlevest belőle, mert tejszínt kíván, és rózsaszín lesz tőle. Erre a krémleves receptet majd el fogom utána kérni, jó? Előtte azonban én átadnék egy ilyen matricát, hogy mi a zenebutikot nézzük. Mivel ez egy zenei kívánságműsor, ezért kinek küldjük a most következő dalt, ez lenne a kérdés? Hát gondolom a két gyerkőcöm örülni fog neki nagyon, hogyha nekik küldhetnénk egy Well Hello-tól valamit mondjuk. Ez már csak azért is jó lesz, mert akkor legalább abban az időtartamban nem a mese csatornát, hanem a zenebutikot fogják nézni, úgyhogy ez a dal következzen most.